Halli, sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és mai videóban az onsenről szeretnék egy picit beszélni. Valaki megkért rá Instagramon kommentbe, hogy beszéljek az onsenekről. Nem tudom, hogy miért, gondolom, hogy csak érdeklődik, vagy éppen Japánba készül. Teljesen mindegy, hogy melyik. A lényeg, ami lényeg, hogy egy nagyon hosszú videót erről nem nagyon lehet készíteni. Van egy pár dolog, amiben különbözik a Magyarország az onsenektől, tehát a gyógyfürdőkről beszélünk, de lényegében, ja, összefoglalom nektek gyorsan. Amiket ugye tudni kell, hogy itt az összes, ja, vannak kivételek azért, tehát nem azt mondom, azt nem mondhatom, hogy az összes, de szerintem ugye 98%-ban nudista gyógyfürdőkről van szó, tehát mesztelenül mennek be az emberek, és még mielőtt valaki azt hinné, hogy akkor ez a megfelelő hely, menjünk Japánba, el kell, hogy keserítselek, hogy itt a férfiak és a nők külön vannak választva. Tehát teljesen mindegy, hogy kortól függetlenül kisgyerekek is, és egészen az idős korig, külön a nők, külön a férfiak. Megint csak mondom, hogy biztos van 2%, ahol nem így van, de ott szerintem ott fel is kell öltözködni, tehát fürdőruha, stb. Mint egy uszodába. Ezen felül, amit érdemes tudni, hogy tetoválással nem lehet menni onsenbe, itt most megint csak van 2%, amit én is hallottam róla, hogy itt megengedték például. Főleg olyan helyeken, ahol nem nagyon virágzik ugye a biznisz, és a tulaj úgy dönt, hogy jó, mennyi, nem számít, öcsém, csak fizessél, legyen vendég, tök mindegy. De a nagy többségben nem ez jellemző. És ezen felül nagyon-nagyon sokféle gyógyfürdő van, de ez úgy csak úgy alapjáraton világszerte szerintem mindenhol. Van, ami a bőrödet teszi gyönyörűvé, valami a hajadat növeszti ki, valami a füledet nyújtja meg, van, ami az ízületekre jó, itt tudom én, tele van, nekem csak melegvíz, és az egyik büdösebb, mint a másik. De ja, vannak onsenek között olyan kellemetlen szagú, mert ez már szagokkal rendelkező vizek, hogy nem. De én alapjárat nem bírom, tehát 5 percnél tovább én nem tudok benne lenni ilyen meleg vizekbe. Ezen felül, ja, azt ugye tudni kell, mint hogy mindenhol, ugye az onsenekben ugye mindenki vadidegenek, ugye ott ülcsörögnek, áztatják a bőrüket, lifegnek a bőrdarabok a víz tetején. De ilyet is láttam már frankomon. Én nem szeretem úgy alapjáraton, tehát ilyen szőrszálakat látom, hogy ne. Tehát éppen ezért mi a családunkkal úgy szoktuk ezt megoldani, hogy általában olyan hotelt választunk ki, ahol a szobákban, külön-külön minden egyes szobához ki van rendelve egy, hát egy kis onsen, tehát egy kádszerű, egy kád nagyságú, és ja, tiszta víz van benne, és csak így a családdal ugye belecsobbanunk pár perce, legalábbis én pár perce, a feleségem sokkal hosszabb ideig benne szokott ülcsörögni, de ő bírja, én meg nem. Nagyjából szerintem ennyi, amit érdemes tudni az onsenekről. És köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, remélem, hogy egy lájkot is megért, és találkozunk a következőben. Sziasztok!